A levél. Mesét írt a Balajti Marian. Egy csodás meseerdőben, annak is a közepében, a nyusziverem belsejében egy édes, aranyos kis fehér nyuszi, Tevi éppen levelet kapott a barátjától, Vilitől a vitrától. Tevinek sok barátja volt, de mindközül a legjobb volt Vili. Hogy miért? Hát, talán mert amikor első nap óvodába ment, Vili azonnal megkérdezte tőle, hogy van-e kedve vele játszani. És egyik alkalommal, amikor Alfia Tapir csúfolt a Tevit, egyedül Vili állt ki mellette. Ettől függetlenül már rengeteg közös kalandjuk volt. Tevi ezért is írt neki előző nap levelet, hiszen most, hogy nem mozdulhatnak ki a házból, nagyon hiányzik neki a barátja. Gondolom, Vili is hiányolta a barátját, mert nagyon gyorsan jött a válasz. Azonban a levél közel sem volt olyan vidám, ahogy arra Tevi számított. Mondd már, édesem, mi a baj? Fogadta Tevit az anyukája, és nem csak nyuszi anyu, de az összes nyuszika is kíváncsi volt. Tevi felnézett a levélből az anyukájára. Vili nagyon szomorú, csak csupa rosszat írt. Segítenem kell neki, anyu. Tevi szíve megtelt szomorúsággal a levelet olvasva. Édes nyuszom, megértem, hogy segíteni akarsz, és ez is csak azt mutatja, hogy jó szíved van. Nagyon szeretem, hogy ilyen segítőkész nyuszi lett belőled. Elmondanád nekem, hogy pontosan mi a baj? Kérdezte nyuszi anyu, és kihúzott egy széket az asztalnál. Gyere, édesem, ülj le, és mondd el, mitől szomorú Vili? Tevi leült az anyukája mellé. Nagyon sok rossz hírt hall a vírusról, hogy más erdőben milyen sok a beteg. És az is aggasztja Vilit, hogy az apukáját elküldték a munkahelyéről, így lehet, hogy nem lesz mit enniük. A legrosszabb, hogy szerinte romlani fognak a jegyei, mert hol van ideje tanulni, hol nem. A nagymamája pedig képzelt kórházba került, de nem látogathatja meg. A szüleinek pedig egyáltalán nincs idejük játszani vele, pedig tudod, neki még testvére sincs. Nyuszi anyu végighallgatta Tevit, majd megkérdeztem. Drága kis Nyuszi, először is szerintem vegyük sorba. A nagyon sok rossz hír nem mindig igazám. Tudod, kis Nyuszikám, vannak olyan állatok, akik szeretnek pletykálni, néha nagyot mondani. A suliban állatok nincs ilyen. Mi ezekkel a hírekkel nem szoktunk ám foglalkozni, csak olyan hírekre figyelünk, ami valóban igaz, azzal is csak annyit foglalkozunk, amennyit nagyon muszáj. Inkább hasznosabb és vidámabb dolgokkal foglalkozunk, mint például játszunk veletek. Ezt esetleg megírhatnád Vilinek, mit gondolsz? Szuper ötlet, anyukám! Felírod nekem azt, hogy hol vannak ezek az igaz hírek? Tevi érezte, ahogy a szívét melengeti a gondolat, hogy segíthet Vilinek. Mi lesz Vidra apuval, ha megszűnik a munkája, lehet valóban nem lesz mit enni? Tevi azonnal kérdően nézett az anyukájára, belegondolni is rossz, hogy a legjobb barátja éhezhet. Tudod, aranyrépecske? Nyuszi anyu szerette beszézni a kis nyuszikákat. Néha mindenki aggódik. Én is, apu is, vagy akár te is. Ez természetes. Viszont ismerem Vidra Vilmos. Ő Vili apukája. És az anyukáját is. Nagyon szorgalmasak mind a ketten. Biztos vagyok benne, hogy van tartalékuk. De talán mivel a legjobb barátod azon kívül, hogy leírod, hogy beszéljen a szüleivel erről, felajánlhatnád neki, hogy ha baj van, mi nagyon szívesen segítünk. Mindenkinek jól esik tudni azt, hogyha bajba kerülne, van, akire számít. Majd megsimogatta Tevi pihe puha hosszú fülét. Tevi mosolygott. Micsoda csodálatos érzés segíteni másoknak. Anyu, tudod, ő volt a legjobb tanuló az osztályban. Most akkor miért nem tud tanulni? Tevi nem értette a dolgot. Te mikor tanulsz? Nyuszi anyu a beosztásra mutatott. Hát igen. Tevi szeme felcsillant. A beosztás. Apu szigorú beosztása. Reggel 7, ébresztő, fogmosás, öltözés és reggeli. 8-tól 12-ig önálló tanulás. Picornak bezzeg csak 8-tól 10-ig kell. Kicsi. Vágott közben Nyuszi anyu. Tudom, mert ő még nem iskolás, így utána csendben játszhat, mert anyu és apu dolgozik. Mi pedig tanulunk. Szörmi éppen szemben ült Tevivel. Ő volt az, aki a legjobban haragudott a beosztásért. És az első pár nap mindent el is követett, hogy ne lehessen betartani, de ma már ő is nagyon szereti, sőt... És az én játékbeosztásom, mondta Szörmi, amire nagyon büszke volt. Mindenki beleírta a kedvenc játékát egy-egy naphoz. Így, amikor este a közös játékra került a sor, vita helyett azonnal játszani kezdtek. Több idő maradt a játékra. És anyja és apa sem volt ideges, mert nem vesztek össze a nyuszikát. Na és az én vacsora beosztásom, az is nagyon jó. Folt is rámutatott a beosztására, amit ő készített. Igen, jól gondolod. Ebbe benne volt előre 2 hétre, mit fognak vacsorázni. Egyébként több haszna is volt. Egyrészt ritkábban kellett boltba menni nyuszi apunak.
Másrészt, így nem volt vita kinek, mikor ették a kedvencét utoljára. És mivel mindenki elfogadta, képzeld, Nyuszi apu aláíratta velük a vacsora beosztást. Így utólag már nem lehetett azt mondani, hogy nem szeretem, vagy nem eszem meg. Picúr, mivel nem tudott írni, ő pecsétet tett oda. Szóval a vacsora beosztáson egyébként a piros csillag jelezte azt, amit a nyuszi gyerekek egyedül készítettek el, ahol pedig zöld felkiáltójel, ott még sütemény is volt. Anyukám! Kurjantott hatalmasat Tevi. Mi lenne, ha az összes beosztást leírnám neki? Tevi úgy érezte, ezzel igazán sokat segíthet a barátjának. És leírom neki, hogy tanulás után együtt ebédelünk, és együtt rakunk rendet. De azt is, hogy apának és neked is van olyan időszakod, amikor nem szabad zavarni, mert ilyenkor fontos dolgokat csináltok. Drága kis Teviki, szerintem ez nagyon jó gondolat. És ki ne felejtsd az én játékbeosztásomat! Mondta Szörmi, és kihúzta kissé magát. Egyébként a párnocsata közben Nyuszi anyu és Nyuszi apu úgy viselkedtek, mint a kis nyuszik, hatalmasakat karcagtak. Igen, Szörmi, ez is nagyon fontos, mert miután apa és én is elvégeztük a munkánkat, nekünk is nagyon jól esik veletek játszani. Ekkor a nyuszik összemosolyogtak anya háta mögött. Hát persze, hogy tudták. Képzeld, az egyik kártyajátéknál, ha anyu járt, akkor mindig megpuszilta Nyuszi apu a mancsát. Ellenben, ha Nyuszi apu nyert egy körben, Nyuszi anyu büszkén simogatta meg Nyuszi apu vállát. Na persze, ha a nyuszi gyerekek, akkor őket jól megtapsolták. Szerintem pedig a vacsora beosztás a legfontosabb, mormolta Folti, aki nagyon szeretett jókat enni. Ő volt a legpufibb a nyuszikák közül, de kifejezetten jól állt neki. Szerintem pedig igazad van, és írd meg mindegyiket, mondta Picó segítőkészen. Így is lesz! Vágta rá Tevi, és hozzá is kezdett az íráshoz, de egyszer csak újra elkomorodott az arca. Még a bajusza is lekonyult. Baj van, édesem? Nyuszi anyu figyelmét semmi sem kerülhette el. A nagymama, Vili nagymamája, lehet, hogy szerinted... Tevi nem tudta, hogyan kérdezze meg. Tudod, én azt gondolom, ha valaki beteg és kórházba kerül, egy dolgot biztosan megtehetünk, még akkor is, ha nem lehet meglátogatni. Kezdett bele Nyuszi anyu. Mit? Tevi alig bírt magával, hiszen neki ötletesen volt. Hinni abban, hogy felépül, hogy jobban lesz. Minden nap küldhetsz neki szeretett fénysugarat felé, bárhol is vagy. Csak csukd be a szemed, és tiszta szívedből kíván, hogy gyógyuljon meg. Majd egyszer elmesélem, amikor én kis nyuszi lány voltam, mit tapasztaltam a szeretet erejéről. De Vili most fontosabb. Írd meg neki a levelet, hadd vigye el Szajkó néni minél hamarabb. Biztos vagyok benne, hogy rengeteget segítesz vele. Tevi megírta a levelet, és Szajkó néni még aznap el is vitte. Viliék pedig azonnal beosztásokat készítettek, bár pár nap múlva újra kellett írni, mert volt, amit nem jól találtak ki, de mire újra levelet kapott Tevi, addigra már csak csupa örömhírt írt benne Vili. Egyetlen dolgot sajnált csak, hogy nem tudta személyesen még megköszönni Tevinek. Tevi azonban nem felejtette el, amit Nyuszi anyu mondott, hinni kell. Becsukta a szemét, és minden este azt kívánta, minél hamarabb láthassa a barátját. Én érzem, hogy Tevi hite olyan erős, mint a tiéd. De most mit kívánnál? Csukd be a szemed, vegyél egy mély levegőt. Kívánj valamit. Kívánd ezt minden este. Tevi, Folti, Szörmi, Barni, Pamacs, Gránit, de még a kis picúr és én is azt kívánom. Teljesüljön a te kívánságod.